Pusztított a vihar Tüskeváron, a Somlóhegy környékén több helyen kidőltek a fák és a villanyoszlopok, 5 faluban pedig nem volt áram. A tomboló vihar rengeteg épület tetejét megrongálta. A helyiek azt mondják, az elmúlt években nem volt ekkora természeti katasztrófa a környéken. Talán nincs is olyan káresemény, ami ne történt volna meg az éjszaka folyamán Tüskeváron. Tüskevár polgármestere szerint ilyen pusztítás eddig még nem érte a falut, mint amilyen tegnap tarolta le a települést. Olyan 9 óra után érkezett meg a vihar, attól fogva egyfolytában mindenki talpon van itt a településen, a katasztrófavédők folyamatosan itt vannak, egyelőre részeredményeket értünk el, tehát néhány bázást meg tudtunk szüntetni, de az öme sajnos még úgy van, ahogy a vihar elsöpört. Nem tartott 4 percig. De akkora pusztítást végzett, hogy borzasztó. Szóval én pont kim voltam, mert még fönn voltam, és egyik házra rádőlt egy fa, a szomszédomba csavarosult üteket egy nagyon nagy diófát. A tűzoltók egyfolytában dolgoznak a Somlóhegy környékén levő településen. Az ajkai tűzoltóknak 10:30 kor kellett vonulniuk először Tüskevárra, ahol is egy kb. 20 méter magas fa családi házra dőlt, megrongálta a tetőszerkezetet. Tüskeváron folyamatosan próbálják a károkat elhárítani és felmérni. Lakóépületek, közintézmények rongálódtak meg, a szél letépte a tetőket, fákat döntött ki, amik kerítésre, háztetőkre estek, illetve jelen pillanatban beázás nagyon nagy károkat okoz. Ennek a háznak a tetejét a viharos szél vitt el, ők villámot is kaptak. Egy villámot állandó jelleggel, egy akkora trottyant, hogy recsen, hogy az nem igaz. Ez az idős asszony csak reggel vette észre, hogy a háza beázik. Én nem is vettem észre, mert az éjjel egy kis villanlámpával járkáltam az utcán. Akkor már itt voltak a villanyszerelők. A környéken 5 faluban szakadt meg az áramszolgáltatás, mert a viharos szélben sorra dőltek a villanyoszlopok és szakadtak a vezetékek. A szomszéd megyében Győr-Ladamérben ebbe a házba csapott villám tegnap este. Ők olcsón megúzták, mert egy vödör vízzel el tudták oltani a tüzet. Azonnal tudtam, hogy ott gond van, oda vágott be a villám, és lerohantunk létráért, párom már hozta a vödör vizet, aztán ledöttyintettem ennyi. A Dunántúl középső és nyugati részén tegnap este óta ma délutánig szinte egyfolytában esett vagy zuhogott az eső. A tűzoltók sokfelé szivattyúztak, van, ahol utakat is le kellett zárni. A károk felmérése még napokig is eltart majd.